Ezekért a kupákért és érmekért szállnak majd nyerekbe a többségében 17-18 éves versenyzők. No meg persze azért, hogy felhívják magukra a nagyistálók figyelmét, ugyanis az ifjúsági korosztály már a profi pályafutás előszobája. Idén 12 nemzeti válogatott és egy magyar klubcsapat nevezett a háromnapos versenyre. Tavaly évben tényleg a világ legjobb ifjei jöttek, és idén ugye most, hogy így látjuk a rajtlistát, van egy pár csapat, aki visszamondta, de a legjobbak itt vannak. Tehát van három olyan versenyzőnk, akinek már World Tour szerződése van, tehát az 23-as korcsoportot már átugorva, már erre volták a profi menedzserek, illetve most is számítunk arra, hogy a csapatoknak, a profi World Tour csapatoknak a fejvadászai azok itt végig fogják kísérni a versenyt. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha a szakma számára egy nagyon fontos és látványos, gyors verseny lesz, akkor egy néző számára is az lesz. Mint a verseny fővédnöke elmondta, a kormány szándéka szerint minél több nemzetközi sporteseményt kell Magyarországra hozni. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség értékelte, hogy 2 éve egyedül hazánkban tudták megrendezni ezt a versenyt. 2020-ban, amikor beköszöntött a Covid-járvány, abban az esztendőben is meg tudtuk rendezni, és 21-ben is, úgyhogy a Nemzetközi Sportági Szakszövetség nagyon hálás nekünk, és azt gondolom, hogy ez azt eredményezi, hogy a következő években is meg fogjuk kapni ezt a rendezési jogot. Nagyon fontos, hiszen a nemzetközi sportélet nem állt le, és a sportolóknak pedig ezzel is tudjuk biztosítani a lehetőségeket, hogy egy ilyen rangos eseményen tudjanak elindulni, versenyezni. A megyeszékhely polgármestere szerint a szükségszerű útlezárások ellenére is népszerű a városlakók körében a viadal. Az elmúlt években egyre több sportágban, egyre több nagy nemzetközi versenyt rendeztük. Ez a maga nevében egyedülálló, ez az országos ifjúsági kerékpáros világkupa. És hát az külön jó, hogy ez az egész térséget bemutatja, hiszen Ibrány vásárosnamény is induló pont, és a városok közti települések is. Én nagyon örülök, hogy újra bennünket választottak. A verseny szerdán egy nyíregyházi időfutammal kezdődik, majd másnap a megyeszékhelyről indulva 111,6 km tekerve Ibrányba fut be a mezőny. Pénteken Vásárosnaményban kezdődik az utolsó 117,4 km-es szakasz. Vásárosnamény nagyon kedveli a kerékpársportot, kiemelten az ilyen jellegű világszínvonalú versenyeket. Épp ezért azt látom, hogy a városlakók türelmesek, és várják azt, hogy ezek az ügyes 19 éves és még fiatalabb srácok megtegyék az első felvezetőkör, majd a három gyors körüket. Ilyenkor nem csak magában a start helyszínen vannak nagyon sokan, hanem a környező utakon, amelyeken ugye átvisz a mezőny, és amelyen átszerűen a várost, a három kör után pedig ugye elindulnak Kisvárda felé. A mezőny Sóstó felől érkezik be Nyíregyháza belvárosába, ahol 4 kör teljesítve délután 2:30 előtt néhány perccel halad majd át a Zrínyi Ilona utcai célkapun a győztes versenyző.